Jó estét kívánok! 19 órakor Önök a Trio Televízió hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják, főbb témáink címszavakban. Jó ütemben halad az Asztalos János utca 2-8 szám alatti panelház komplex felújítása, várhatóan a tervezett határidő előtt befejeződnek a munkálatok. 4 milliárd forintot meghaladó támogatást nyert a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Társulás az új Széchenyi terv keretében. A Kiskunfélegyházán megvalósuló csatornázás volt a témája a volt bankfalui általános iskolában megtartott lakossági fórumnak. Jó ütemben halad az Asztalos János utca 2-8 szám alatti panelház komplex felújítása, várhatóan a tervezett határidő előtt befejeződnek a munkálatok. Kapus Krisztián polgármester, a körzet önkormányzati képviselője szerint a kormány rezsicsökkentésével, valamint a munkálatok elvégzésével komoly megtakarításokat érhetnek el az itt élők. A város eddigi panelfelújításai közel 1 milliárd forint értékben valósultak meg, amihez az önkormányzat 91 millió forintot biztosított az elmúlt években. A korszerű nyílászárók beépítését, valamint a szigetelési munkálatokat végzik a szakemberek az Asztalos János utca 2-8 szám alatti panelháztömbben. Az elmúlt években már közel 1000 lakás újulhatott meg, ráadásul további nyertes pályázatoknak köszönhetően folytatódhat a panelfelújítás Félegyházán. Kapus Krisztián polgármester, a városrész önkormányzati képviselője kiemelte, az önkormányzat a nehéz években is támogatta a lakók kezdeményezését. Nem csak itt folynak a felújítások, hanem folyik az Attila utca 1-3 szám alatti felújítás is, illetve két pályázat már nyertes, amelyeket ezek befejezése után kezdenek el. Ez pedig a Móra tér 5-6-7 szám alatti, illetve a Hollól László utca 13-27 szám alatti társasházak felújítása. Itt örömmel mondhatom el, hogy az elmúlt esztendőkben már közel 1000 lakás megújult, ami nagyon fontos, hogy az önkormányzat nehéz éveiben is mindig támogatta a lakók kezdeményezését, hiszen ez egy állami pályázat, a lakók részéről az önrész, illetve az önkormányzat részéről a támogatás. Az eddigi panelfelújítások értéke közel 1 milliárd forint, amihez 91 millió forintot az önkormányzat biztosított. Kapus Krisztián kiemelte, hogy a kormány rezsicsökkentésével és a felújításoknak köszönhetően jelentős megtakarításokat érhetnek el az emberek. Ugyanakkor a beruházásnak köszönhetően megszépül a lakókörnyezet is. Azt hiszem, én az egyik olyan önkormányzati képviselő vagyok a területnek, ahol aki a legtöbb lakossági fórumot tartja, sőt gyakorta azt is mondom, hogy nem csak lakossági fórumot tartunk egy körzetben, hanem szinte utcafórumot, hiszen egy-egy területnek, egy-egy utcának más problémái vannak. Itt is azt gondolom, hogy maga a beruházással kapcsolatosan eleinte még nehezebbek voltak, hiszen több súrolódás volt a kivitelező, a lakók, a közös képviselő között, de azt gondolom, hogy az évek folyamán, most már sokadik háztömb felújításánál járunk, egyre rugalmasabban, egyre gördülékenyebben mennek a dolgok, ami jó, hiszen azért említettem, azért csak van por, meg zaj, meg kellemetlenség, és azért egyre jobban tudják ezt a kivitelezők, illetve a lakók részéről is kezelni. Kapus Krisztián az eddigi városrészt érintő munkálatok kapcsán megemlítette a nemrég elvégzett fásítást, a szoborpark rendbetételét, valamint a lakótelepi fesztivál megszervezését. Félegyháza polgármestere hozzátette, rövidesen elkezdődhet a Bercsényi utca és a mezőgazdasági bolt közötti kerékpárút megépítése is. Várhatóan április 28-án végzi el az önkormányzat Félegyháza belterületén a platán és vadgesztenyefák növényvédelmi permetezését a délutáni esti órákban. Amennyiben az időjárás ezt nem teszi lehetővé, április 29-ére vagy 30-ára teszik át a munkálatokat. Az alkalmazott szerek rovar és gombaölő hatással rendelkeznek. A besorolás szerint gyenge, illetve veszélyes mérget használnak a permetezés során. További rövid híreink következnek, immár képekben is, amelyben szó lesz a képviselőtestület mai üléséről, a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Társulás nyertes pályázatáról, valamint a májusi európai parlamenti választásokról. Megszavazta a félegyházi képviselőtestület azt a Kész Arénával kapcsolatos előterjesztést, amely szerint májustól havi bruttó 25 millió forintot fizet a város a 3P Kész Aréna Kft.-nek. 12 millió forint úgynevezett egyszeri szolgáltatási díjkülönbözetről is döntöttek a képviselők, ezzel az összeggel a 2014. január, február, március és április havi szolgáltatási díjat emelik fel 22 millió forintról 25 millió forintra. Szintén megszavazták a járdaépítési támogatási rendszer létrehozását 5 millió forint támogatási alappal.
a városrészek egyenlő arányban kapnak forrást. A lakosság által igényelhető támogatás a kivitelezési költség 30%-a. A fennmaradó összeget az ingatlan tulajdonosa fizeti. A testületi ülés rendhagyó módon ünnepséggel kezdődött, ekkor tettek esküt a nemrég megválasztott diák önkormányzati képviselők. Csongrád és Bács-Kiskun megye 300 ezer lakosát és 82 önkormányzatát érinti az a beruházás, amely idén márciusban kezdődött és 2015 márciusáig tart. A homokhátsági regionális hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás 4 milliárd forintot meghaladó támogatást nyert az új Széchenyi terv keretében kiírt települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése elnevezésű pályázaton. Amellett, hogy megújulnak és korszerűsödnek a hulladéklerakók, a lakosság körében mintegy 10 000 házi komposztáló edény kerül kiosztásra, valamint a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével szelektív hulladékgyűjtő járművek is beszerzésre kerülnek. A projekt révén az EU előírásait szem előtt tartva nagymértékben javulhat a hulladékhasznosítási arány. Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság a pártok listájának sorrendjét a május 25-i európai parlamenti választásokra. A sorrend a következőképpen alakult: Magyar Szocialista Párt, Seres Mária Szövetségesei, Fidesz-KDNP, a Haza nem eladó mozgalom párt, Jobbik Magyarországért mozgalom, Lehet más a politika, Együtt PM, Jóléti Szabadságdemokrata Közösség, Modern Magyarország mozgalom párt, Új Magyarország párt és Demokratikus Koalíció. A szavazólapon szerepel majd a lista sorszáma, a listát állító pártok neve és emblémája, valamint az első 5 jelölt neve. Elképzelhető, hogy a listák száma végül ennél kisebb lesz, ez abban az esetben fordulhat elő, ha az ajánlások ellenőrzésénél kiderül, hogy valamelyik pártnak nincs meg a listaállításhoz szükséges 20 ezer ajánlása. A Kiskun Félegyházán megvalósuló csatornázás volt a témája annak a lakossági fórumnak, amelyet április 22-én tartottak a Volt Bank falui általános iskolában. A lakosság észrevételeire, problémáira az önkormányzat szakemberei, valamint a kivitelező és a szolgáltató cég képviselője adott válaszokat. A rövidesen elkészülő beruházással 3000 embernek lesz lehetősége csatlakozni a szennyvíz csatorna hálózatra. A lakossági fórumon először tájékoztatást kaptak a résztvevők a beruházásról, majd lehetőség volt kérdéseket feltenni a szakembereknek. A felvetések között a szerződésben megfogalmazott eredeti állapot helyreállítása többször szóba került, de az út helyreállítással kapcsolatban is kaptak kérdéseket az önkormányzat és a kivitelező cég képviselői. A kivitelező képviselője nagyon aranyosan és nagyon rendesen nyilatkozott róla, hogy meg lesznek oldva a dolgok, legyünk nyugodtak és várjunk türelemmel. Most én úgy gondolom, hogy miután a kivitelezők elvonultak, már a csatorna kivitelezők elvonultak fél éve, lett volna erre idő, hogy ezt még tavasszal rendezzék ezeket a dolgokat, az előkertéknek a helyreállítását, a parkosításokat, a fűtelepítéseket. És hát én azt gondolom, hogy azért nem biztos, hogy májusra kell ezt hagyni, vagy júniusra a fűtelepítést is, meg ezeket a dolgoknak a rendezését. Dongó József azért tartotta fontosnak a lakossági fórumot, mert véleménye szerint lényeges, hogy az itt élők elmondják véleményüket a beruházással kapcsolatban. A városrész önkormányzati képviselője kiemelte, számára az a legfontosabb, hogy megoldást találjanak az emberek problémáira. Ismerjük a kivitelezés problémáit, illetve sok esetben inkább a szervezetlenségből adódó problémákat, amik nagy részéről jelzése élnek a lakosok a képviselő felé, de nagy részéről nem élnek jelzéssel, nem tudunk róla, és ez a legnagyobb probléma, tehát amikor találkozunk személyesen, akkor a lakosság felveti a problémát, és utólagosan említi meg ezeket a problémákat, amit azonnal szólt volna, akkor könnyebb lett volna kezelni. Ezért is gondoltuk azt, hogy lakossági fórumot tartunk ez ügybe. A szolgáltató cég képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy több határidő is érinti a lakosságot. A csatlakozás időpontja várhatóan június 1-e, majd 6 hónap áll rendelkezésre, hogy szankció nélkül megtörténjen a rákötés. 6 hónap után egyrészt az, aki nem csatlakozik a közműhöz, az talajterhelési díjjal sújtható. Ez olyan környezetvédelmi adó, amit azok számára rónak ki, akik ingatlana mentén a közmű megtalálható, de azt nem használják. Szintén 6 hónapos idő a támogatás elszámolása miatt
az a statisztikai határ, amikor be kell mutatni majd az önkormányzatnak, hogy a megépült közmű kihasználtsága. Az utolsó határidő a rákötési lehetőségtől számított egy év, aki addig nem él ezzel a lehetőséggel, az jegyzői kötelezést kaphat a közmű használatára. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. Jó ütemben halad az Asztalos János utca 2-8 szám alatti panelház komplex felújítása. Várhatóan a tervezett határidő előtt befejeződnek a munkálatok. A város eddigi panel felújításai közel 1 milliárd forint értékben valósultak meg. 4 milliárd forintot meghaladó támogatást nyert a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Társulás. Megújulnak a hulladéklerakók, a lakosság körében mintegy 10 000 házi komposztáló edény kerül kiosztásra. A Kiskunfélegyházán megvalósuló csatornázás volt a témája a Volt Bankfalui Általános Iskolában megtartott lakossági fórumnak. Az észrevételekre az önkormányzat, a kivitelező és a szolgáltató cég szakemberei adtak válaszokat. Ez volt a Kiskun Krónika április 24-én. Maradjanak velünk továbbra is, hamarosan megtudhatják, hogy milyen idő lesz holnap. Hírmagazinunk ismétlését ma este 8 órakor, 10 órakor és 11 órakor láthatják, továbbá holnap reggel 7 órakor és délben. Friss hírekkel pedig pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weblapunkra a www.félegyházitv.hu címen, ahol korábbi adásainkat újra nézhetik és hozzá is szólhatnak tudósításainkhoz. Én minden munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, szép estét, jó pihenést, viszontlátásra! Nagyrészt erősen felhős lesz az ég térségünkben, kezdetben még párás lehet az idő, jelentős mennyiségű eső, zápor várható, az északkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 13 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul.